Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Úgy áll a mondákban, hogy ilyenkor, amikor az év véget ér és kezdődik egy új év, a szellemek uralkodnak. Vannak jó szellemek, vannak rossz szellemek. Ami számunkra fontos, hogy ez egy ilyen misztikus időszak, és minden nap összeköttetésben áll egy hónappal. A mai nap, tehát december 30-a utal június hónapra. Ahogy mi ezt átéljük a mai napon, ezt átvisszük, ezt az energiát jövő évre. A mai napon éjfél előtt kívánhatunk valamit. Ez a kívánság megvalósul. Június hónapban, pontosabban június 23-a, az egy nagyon jó nap arra, hogy egy kívánság beteljesüljön. Mi várható ránk ebben a hónapban, azt megnézzük a következő kártyán. Ezen a képen láthatunk egy férfit, és ő tekint egy új irányba. A kártyáknak szimbolikus jelentése van, ez utalhat ránk is. Lesz itt egy új irány. A tűz eleme lelkesít bennünket. A kettes szám pedig arra utal, hogy itt a párkapcsolat területén lesz egy új irány, vagy lesz egy új kapcsolat, de ez a kettes szám utalhat szerződésekre is. Munkahelyi szerződés, vagy egy adásvételi szerződés. Fontos az, hogy tekintsünk abba az irányba, ami lelkesít bennünket. És a kettes számot nem szabad elfelejteni, itt párkapcsolatról is szó van. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!